Gyerekek, ugye úgy jártam én is, mint Zambó Jimmy. Hosszú minden éjszaka. Hiába fogadkozom. Le akarok feküdni korán, és erre fél hajnali 3-kor fekszem le. Mindegy, 8-kor felkeltem, de megint telefonhívás, ilyen olyan dolog, mire kijövök a házból, le 10 óra volt. Na, de mindegy, 6. haszakod, ezt meg kell csinálni, gyerekek. Na, itt van a terv. Hát összeszereltem ezt a dugaszt. Ideiglenesen tettem ide a végébe egy bérmancsivat, hogy tudjam megfogni, hordozni. Helyenként egy kicsit összefogadtam elektrikatéppel, hogy ne gubancolódjon össze, ne gabajodjon össze a kábel. Meghegyeztem a másik végét, és 3 szálat használok, ugye egy áram. Egy neutrális, egy ground. Itt van a 20 amperos biztosíték elékészítve. Úgyhogy meg leütöm az áramot. Beteszem ezt a 20 amperes, tudom, rákötöm a kábeleket. És akkor megtudjuk, gyerekek, hogy érte ez valamit, vagy sem. Persze mindent addig még itt elékészítek, vasdarabokot. És bekötöm, felkapom a ruhát, ügyesen beütözök. Nyakig felmet és átakarom, akkor csinálunk egy teszheggesztést, akkor megtudjuk, hogy mi a pálya. Próbavasakon persze. Ez ideiglenes bekötés, ugye ezt így nem szabadna így bekötni, de hát egy napra, egy-két napra ez így jó van, úgy utána úgyis kiszedem. Úgyhogy ideiglenesen ezt betesszük, lám, hogy mi történik. Hogyha csak nem tudok szépen várni, csak fog ragadni, akkor kész, vége. Azonnal hívom a szakit, jön ki, amilyen hamar tud, még ma este vagy hónap, amikor tud, és várja meg. Befejezem a táblavágásokat, helyre teszek mindent, és jöjjön, várja meg egy szakértő. Akkor azt jelenti, hogy hát a több áramot nincs, nem lehet, hogy mit adni. 12 gauge-es kábelen 20 ampert, hát hiába lenne nekem izé 1 millió voltom vagy amperom, úgyse számít, mert a gép, ez ilyen a gép, ezt nem lehet, ez csak 120 volttal működik, ott van, ne írja rajta. Úgyhogy, ja, nincs amit csinálni, mondjuk még kell próbálgassam, meg kell, csak nincs meg a papír, amivel jött man, melyik az egyes, melyik a kettős, egyik az 50 amperes, másik a 90, csak nem írja, hogy melyik másik, meg kell googlozzam, vagy próbálgassak, de úgy emlékeztem, hogy a 90 a 2 és az 50 az 1-es. Na mindegy, kössük be, és akkor meglássuk tovább, ne szaporítsuk a szót. De jó, csak azt akarom mondani, hogy ha itt most direktbe bekötöm a villanyoszlopra, akkor direktbe, ugye a prizába dugom be, akkor már nem lehet az áram a probléma. Tehát ennél több áramot se én, se más nem tud ennek a gépnek adni, akárhova viszem Amerikába ezt a gépet. Tehát 120 volt, 20 amper. Ennyi. Nem tudsz ennél több áramot adni ennek a gépnek. Úgyhogy akkor azt jelenti, hogy a gép szor, vagy az operatőr szor. Na. Hát az tény, ugye, hogy nincs tapasztalatom hágesztésben, de az is tény, hogy ragad a pisztoly, úgyhogy na, kiderül. 5 perc, gyerekek, és gyertek vissza, és akkor meglássátok, hogy mi lesz. Vállom még mindig fáj, de nem olyan veszélyes. Kibírom. Oké, hadd látom, mi lesz.